hiszen tudjuk, hogy a sport dinamikusan fejlődő ágazat, és talán a legjobban pozitív hatást gyakorol minden területünkre. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a sportmédia és a sportújságíró szerepét is erősítsük ezzel a kezdeményezéssel, ezzel a képzési oktatási rendszerrel. Ezzel nyitotta meg dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár azt a kedden tartott sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették, hogy a Testnevelési Egyetem a Magyar Sportújságírók Szövetségével és a Nemzeti Sporttal együttműködve 2018 őszén felsőfokú, többszintű, benne posztgraduális sportújságíró képzést indít. Ez egy régi igény, hiszen a testkultúrával kapcsolatos területeket oktatja és tanítja a Testnevelési Egyetem, és az a terület, amely kiesett eddig a látókörünkből, hogy ne csak az oktatásban vegyünk részt, nem csak a sportszakemberképzésből, hanem a sport közvetítésében is. Ez egy olyan természetes igény, amit most valóra váltunk. Sportújságírónak lenni az egy nagyszerű dolog, viszont ilyen intézményesített, magas színvonalú sportújságíró képzés évtizedek óta nem, vagy talán soha nem létezett Magyarországon, mert voltak mindig képzett újságírók, akik szerettek volna a sporttal is, vagy a sporttal foglalkozni, voltak mindig nagyszerű edzők, sportolók, akik a médiában dolgoztak tovább pályafutásuk befejezése után. Meg nagyon sokféle módon lehetett bekerülni gyakornokként egy szerkesztőség életébe, de igazából ez az intézmény, hogy hivatalos magyar sportújságíró képzés, ez nem létezett, és most olyan erős és fontos partnerek összeállásával valósul meg, mint amilyen a Testnevelési Egyetem, amely mégiscsak a magyar sport tudományos életnek a központja, mint a Nemzeti Sport, amelyik 114, nem sokkal 115 esztendős sportnapilap, és a hozzátartozó többi szerkesztőség, a MediaWorks többi műhelye, és a Magyar Sportújságírók Szövetsége, amely közel 700 sportújságíró tagjával fontos első számú képviselője a szakmának. Részünkről abszolút gyakorlati megfontolás eredménye ez. Szerencsére úgy érezzük, hogy egyre bővülnek a lehetőségeink, akár a nemzeti sporton belül, akár a magyar sport egészét és a sportmédia egészét tekintve, és ezekhez a bővülő lehetőségekhez természetesen új emberekre, új kollégákra, arcokra lenne szükségünk, és azt érzékeltük, hogy miközben egy-két évtizeddel ezelőtt még ilyenkor az ember válogatott azokban a kiváló képességű kollégákban, akik nem dolgoznak belsős munkatársként sportmédiumoknál, most nemhogy nem válogat, hanem szinte újjunk, hogyha talál egy olyan kollégát, aki azonnal bedobható a mély vízbe. És ez tartatatlan állapot, mert nagyon bízunk benne, hogy részünkre ez egy hosszú távú fejlődés vagy tendencia, amely elkezdődött, és évről évre mindig tudunk olyan új kollégákat igazolni, akiket egy olyan életpályára rajtunk, ami nekik is a vágyuk volt, és nekünk pedig a cégen belül mindenképpen biztosítékot jelent, hogy amit elterveztünk, arra felé menjünk tovább. Ez adhok nem megy, ehhez kell egy szervezetképzés, és adódott, hogy a szervezetképzésben a természetes szövetségesünk a Testnevelési Egyetem és a Magyar Sportújságírók Szövetsége legyen, úgyhogy összeállt ez a jó konstelláció. Van egy rövid távú tervünk, amely egy OKJ szinten, illetve egy felsőfokú szakirányú képzésben diplomások számára már 18-ba el fog indulni, és lesz egy kb. 2 éves tervünk, amely azt jelenti, hogy a BSC és az MSC szinten is kb. 2 év múlva megjelenik az a képzés, amely ebbe erre épül, és mondjuk egy piramis elv alapján rá lehet csatlakozni, illetve a más irányból szerzett magas szintű képzettséggel a mesterszakunkon lehet a további tudást gyarapítani és ötvözni a sporttal kapcsolatos ismereteket. Úgy tervezzük, hogy hetente egy képzési nap lenne. Ebben a képzési napban hát az elején főleg elméleti órák lennének, majd a képzési napok áttolódnának a gyakorlat felé. Még egyelőre egyeztetünk a gyakorlati szakemberekkel, mert ugye az lenne jó, hogyha ez a gyakorlati nap olyan nap lenne, amikor sportesemények zajlanak, hogy az nyilván a hétvégére koncentrálódik, de akkor egyébként a képzésben résztvevő szakemberek is nagyon elfoglaltak. Tehát úgy arra törekszünk, hogy ezt az egy napot próbáljuk szépen az elméletből szépen a gyakorlatba áthelyezni. A sportújságírás kimondottan egy olyan szakma, amit
amit nagyon nehéz íróasztal mellett tanteremben megtanulni. Sok mindent meg lehet és meg kell tanulni tankönyvekből és tantermekben, de a szerkesztőségekben, a sporteseményeken, a sajtó dolgozó szobákban és tudósítói helyeken való jelenlét az mindennél fontosabb, a találkozás a sport szereplőivel, és pontosan ez az, amire a nemzeti sport a legjobb lehetőséget kínálja, hiszen itt egy valódi szerkesztőségben, a magyar sport sűrűjében, fő sodorvonalában lehet elsajátítani a szakma gyakorlati követelményeit. Az oktatóknak a TF remek szakembereit kértük fel egyrészt, illetve az itt a sajtótájékoztatón is jelenlévő kollégákat, akik látható, hogy a sport, a sportpolitika, a sportjog világából érkeznek. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy autentikus és ma is a szakmában dolgozó kollégák tanítsák ezeket a fiatalokat, mert azt gondolom, hogy a hitelességhez az mindenképpen rendkívül hozzátartozik, és mint hallható volt, a rektor úr is részt vesz a képzésben, ugye mint kézilabda egyik nagy kiválósága az edzői területen, illetve hát a MOB-bal együttműködünk, tehát a MOB szakembernek a segítségére is számítunk. Természetesen van a print, természetesen van az online sajtó, van az elektronikus sajtó, televízió és rádió felé. Elmehetnek, ha úgy tetszik, háttérszemélyzetnek is, tehát mindenképpen kiváló szerkesztőkre, vágókra szükségünk van, de valóban nyitni kell az egyes sportági szövetségek, az egyes sportágok sajtósai irányába. Az egy külön szakma, külön feladat. Természetesen sok a kettő közti kapcsolódási pont, de azt is meg kell tanulni, és akkor még a sportdiplomatákról nem is beszéltünk. Itt, ahol vagyunk, a Testnevelési Egyetemen 2 éven belül megalakul az a kampusz, amely mind sportági felületben, 40 ezer négyzetméteren fölüli felület alakult ki, ahol a sportokat űzni lehet, ugyanennyi körülbelül 50 ezer négyzetméter, amely az oktatásra és a kutatásra lesz alkalmas. Ebből adódóan mindent biztosítunk, így azon stúdió föltételeket is, amiben a képzés itt házon belül, vagy a kinti gyakorlati szintereken megvalósulhat.